Elénk tárul az elragadó szép vágvölgy. Minden fordulata egy-egy új megkapó festői panorámát mutat elénk. Partjain az ország legódonszerűbb városai. A lombfette hegyoldalakban urlakta ősi várkastélyok. Körülöttük csodaszép parkok, minőket csak nagyúri bőkezűség alkothatott valaha. Távolabb az aranyködbe burkolt hegyek ormain emelkedő roppant várromok, amikből még csak nemrég halt ki az élet. Már csak egy kérdés maradt Jókai morsorai után. Hogy kerülhettük el eddig a vágmenti Inóc-hegység vidékét? Az északnyugati Kárpátok Kisalföldre ereszkedő vonulatai közül a Vág és a Nyitra folyók vízválasztója alig 1000 méter fölé nyúlik. De látványos természeti formakincse, sokrétű geológiai felépítése, a szirtjeire és völgyeibe épített öröksége és legendás történetei olyan sok színű tájat rajzolnak, amik a honismereti turisták legvonzóbb célpontjai közé emelik. Mednyánszky Alajos útleírása és Benyó Gergely túratársunk kíséretében indulunk festői utazásunkra a Vág mentén. Beckó legendás várától indulunk. A Vág mentén felfűzzük Kocsóc, majd Brunóc kastélyait, hogy Vágluka érintésével emelkedjünk fel Temetvény várába. Újszabadi sí- és turista központja érintésével visszaereszkedünk az Ördög kemencéje barlanghoz, majd Radosna és Nyitrasárfő megismerése után megmásszuk a Marhát tömbjét. Sziklák és barlangok érintésével kelünk át Tapolcsány várához, ahonnan végül a Nagy Inóc csúcsára emelkedünk. Zsigmond király idejében a hatalmas Stíbor Vajda volt a legbolondabb okos ember. Ellenben Beckó volt a legokosabb bolond. Óriás birtokain vadászatot rendezett Stíbor Vajda egy napon. Szájhagyományok szerint egy ebédre éppen a makopasz szikla alatt települt meg a vidám társaság, amelyen később az ország legszebb vára állott. Derült hangulatba hozta a Vajdát ebéd alatt a házi bolondja, a virgonceszű Beckó. Vajon mit csinál most Zsigmond király? Tűnődött a főurak egyike, mire a bolond azt felelte. Adósságot! Bezzeg kitört erre a hahota mindenfelé. A nyitrai püspök a hatodik kupabornál azon kezdett sopánkodni, hogy miért nem hisznek a zsidók a Krisztusban. Abba is beleszólt Beckó. Ugyan, hogy is hihetnének ott a fiúban, ahol az apa örök életű? Úgy szórta Beckó a szikrákat, mint a legnemesebb kő a színeket. Mindenki bámulta, maga Stíbor Vajda is egészen odáig volt. No, Beckó, mondta. No, nagyszerű voltál. No, hát kívánj valamit. Jól van, jól. Én azt kívánom, építs nekem erre a sziklára itt fölöttünk egy várat. Szebbet Visegrádnál. És néhány nap múlva csak ugyan elkezdődött az építkezés. Pár év múlva fölépült a vár, olyan fényesnek, elragadónak, hogy a legszebbnek tartották az országban. Így szól a legenda, s azt is mondogatják errefelé, hogy olyan magas kőszikla tetején áll Beckó vára, hogy még a madár is elfárad, mire fölrepül. Nemhogy az ember, aki megmászni akarja. Persze a mindig földhöz ragadt történészek annyiban árnyalják a képet, hogy már Anonymus is megemlítette a várat, mint Bolondóc királyi ispánság központját. Ez a név adhatott később jó alapot a legendákhoz. A törökök nem tudták bevenni. A kurucok is komoly harc nélkül, ahogy Mednyánszky Alajos is fogalmazott, bármilyen zúgó viharok és pusztító tüzek száguldoztak is fölötte, hűsége épp úgy nem ingott meg, mint a szikla, amelyre építették. De 1727-ben Stíbor alkotását végül tűzvész pusztította,
hamvaiból nem is tudott többé megelevenedni. A királyi vár védelme alatt keletkezett település öreg épületeinek is van mesélni valójuk. Jobb sorsot érdemelne a vén kúria, ami a Mednyánszky család legkivételesebb sarjainak volt szülőháza. 33 év különbséggel itt született a 48-as szabadságharc első vértanúja és a festőművész Mednyánszky László, Petőfi nagy szerelme Mednyánszky Berta, a honvédsereg főlelkésze Mednyánszky Cézár, vagy éppen a Festői utazás a Vágfolyón című nevezetes útikönyv szerzője, Mednyánszky Alajos, akinek nyomán mi is hallgatagon indulunk útnak, miután kielégítettük kíváncsiságunkat, és jól lakadtuk szemünket a gyönyörű kilátással. Beckó várának uradalmához tartozott annak idején a szomszédos Kocsóc is. A Vágmentére jellemző úri lakok közül itt találjuk a Rakovszky kastélyt, aminek romantikus átépítését maga Steindl Imre tervezte. 1880-ban a neves gyümölcstermesztő és országgyűlési képviselő Rakovszky Géza álmodta meg a parkját, amelyben a messze híres Rakovszky Kajszi is termett szebb időkben. Tovább kísérve a vágot Brunócesik útunkba, ami már temetvény uradalmához tartozott. Itt a Mednyánszkyak mellett már a Bercsényiek neve is felbukkan. A várkastélyt maga Bercsényi Miklós építette. 1701-ben itt érte Rákóczi letartóztatásának híre, mire a közeledő császáriak elől a temetvényi erdőkbe menekült. Átkelünk mi is a vágon, Bercsényi útvonalán, de nincs miért sietnünk, így mielőtt a temetvényi rengetegbe emelkednénk, egy újabb szemre való kastély kedvéért oda pillantunk még Váglukára. Akárhonnan jön is az ember, mindig csak a Sándor féle kastély ötlik szemébe. Egy érdemes magyar író Sándor István tulajdona volt, de csak évenként egyszer látogatott el ide néhány napra, mert csak is a tudománynak élt, és sok évvel ezelőtt Bécset választott a lakhelyéül. A kastély dombjáról minden irányban be lehet látni az itt elszélesedő völgyet. Innen érhetők el leghamarabb és a legkevesebb kényelmetlenséggel temetvény várának maradványai, amelyek a hegytetőt foglalják el, és ha a lábánál fekvő luka felől arra felé tartunk, az utazás során fél napig, vagy még tovább a látókörön belül maradnak. Nem nagyon látni ilyesmit félvidéken, hogy Nagy Magyarország térképpel feltüntetve egy információs táblán. Itt ilyen is van, ez a konkrétan az 1320-as Magyarország térképe. Még Csák Máté és Károly Róbert hadakozott ekkoriban, pont ezekért a várokért. És ez? Hát igen, Csák Máté területe. Gyakorlatilag fel vannak tüntetve a várak, félvidékiek is, mostani anyaországiak is, valamint az erdélyiek. Thank you.
haladtunk a Vágvölgyre, onnan érkeztünk, nem volt ennél egész túra. Most itt vagyunk a Temetvényi Várba, ez a második várunk, és nem akárki született itt, hanem Bercsényi Miklós. Így van, a Temetvényi Vár egyébként ugye a tatárjárás után épült, és az újlaki, valamint a Turcó családok is birtokolták, de legelőször Csák Máté, akinek nem csak ez az egyetlen vára volt, hanem ugye jó pár várat birtokolt itt a környéken. Ugye azt tudjuk, hogy Bercsényi, ahogy említetted, Oszi, itt született 1665. december 6-án, és ugye mi a mai nap folyamán követtük az ő útját, amikor menekült 1701-ben a császári csapatok elől Brunóc településről, ahol a kastélya volt, és innen a Temetvényi Várból kellett végignéznie, ahogy a császári csapatok felgyújtják a kastélyát. És aztán innen menekült tovább Lengyelországba. Egy hű szolgája magára vállalá urának szerepét, ruháiba öltözködött, s így a várfalak közt csürögvén táplálá azon hiedelmet, hogy Bercsényi személyesen rendezi a védelmet. A vár megadásra szólítatván föl, válasz lőn, hogy 3 nap alatt kész kapitulálni. A császáriak 3 nap múlva bevonulnak a várba, hol egy rejtek helyből a vélt grófot elővonszolák, s erős fedezet alatt Pozsony felé vitték. Itt azonban a csel kiderülvén, az önfeláldozó cselét hűségéért a hagyomány szerint életével lakolt. Bercsényi pedig az alatt szerencsésen menekült Lengyelországba. És ugye volt egy mottója is Bercsényinek? Mégpedig, hogy ha mindened el is veszett, a becsületed ne vesszen el soha. Most a történelmi szállat egy kicsit elengedjük, most a turisztikai vonalat fogjuk megnézni, milyen lehetőségek vannak itt a hegység belsejében, mert kicsit most a Vágvölgyétől beljebb megyünk. Hát akkor hajrá! A hősies történelmi események színtereit magunk mögött hagyva, már az alacsony Inóc csendes vadonjának természeti szépségei csábítanak vissza napjainkba. Az új szabadi csúcs alatt Bezovec sí és turista központ érintésével ereszkedünk tovább dél felé. Radosna fölött egy karsztbarlang tátong, ami ritka őstörténeti lelőhely is egyben. A mindkét oldaláról nyitott ördögkemencéje barlangból előkerült régészeti leletek szerint már a kőkorszakban vadászok éltek az üregben. Túléltük a kemencét. A barlang közelében egy kis vadaspark is van, ahol őzekkel találkozhatunk. A nyitrai püspökség ősi falujában, Radosnán a 16. században épült kastély püspöki nyári rezidenciának. Maga Pázmány Péter is ide vonult vissza, hogy alkosson. A kommunista államosítás után ma újra a püspökség birtokolja. Radosna is kötődik a Rákóczi szabadságharchoz. Hisz a kurucok 1705-ben itt tartották megyegyűlésüket. Ma már csak az épített örökségek emlékeiben vagyunk jelen, pedig még 100 éve is jelentős magyar közösség élt itt. Csak úgy, mint a szomszédos Nyitra Sárfőn, ahol egy még impozánsabb, ám annál kopottabb kastélyt találunk. A hányattatott sorsú várkastélyt még a 14. században építette a Ludányi család. Később hűtlenség miatt elvesztették birtokaikat, s az épület egyik nagyúri családtól a másikhoz került. Sokszor át is építették, ki a maga ízlése szerint. A főúri világból ismét visszatérünk az Inóc vadonjába. A hegység déli Marhát nevű tömbjére emelkedünk. Egy erdei tisztáson egy ősi kegyhely, Szent György kápolnája több mint 1000 éves búcsújáró hely. Valaha remeték őrizték a puszta kápolnát, ami az örökkévalónak a múlandóság feletti diadalát hirdeti.
Rövid, de meredek erdei emelkedő vezet fel a környéket uraló Marhád csúcsára. Azért is egy nagyon jó kilátópont ez, mert gyakorlatilag teljes körpanoráma tárul a szemünk elé. A kilátónak köszönhetően egy kilátónak köszönhetően. Itt az Inóc, ahol most is vagyunk, aztán ugye ott a Madaras, amely gyakorlatilag lezárja ezt a Nyitra medencét. Tribecs, Zoborvidék, Nyitra. Azért is fontos számunkra ez a hely, mert itt hever a lábunk előtt, a szemünk előtt a történelmünk, rengeteg magyar emlékkel. Sajnos a nyelvhatár már délre tolódott, de hajdán itt volt a Kisalföld végén az etnikai határ. Ugye látszódik az, hogy a hegység a Vág és a Nyitra között helyezkedik el. Mi a alacsonyabb részén vagyunk. Ugye a legmagasabb pontja az 1000 méter felett van a Inóci csúcs. És vár minket. És vár minket, ja. De még közben is egy vár. Éjszak felé túrázunk tovább a Marhád vadonjában. A Bojnianka patak völgyén túl a rengeteg egy különleges képződményt, a macskasziklát rejti. A sziklatorony feletti mészkőszírt újabb pompás kilátásokkal kecsegtet. A hosszú túráknak ezek a panorámák a lelket emelő gyümölcsei. A hegy sokszínű felépítéséről tanúskodik következő állomásunk, az Opálos barlang is. A hatalmas szikla tövében nyíló üregben denevérek tanyáznak. A legenda szerint a barlangból egy titkos alagút vezet a Tapolcsányi várhoz. Most eltekintünk ennek a valóság alapjának a kiderítésétől, és inkább a hagyományos úton, a felszínen közelítjük meg a várat. Megérkeztünk Tapolcsány várába, mely Kővárhely település fölött épült fel egy sziklagerincen, valószínűleg még a tatárjárás után, 4. Béla várépítési programjának részeként. 1318-ban említik először ezt a várat, akkor Csák Máté birtoka volt, akitől aztán ugye halála után Károly Róbert szerzi vissza. Elég sok tulajdonosa volt a várnak az évszázadok során, például az Ország család vagy a Forgács család. A Forgácsok igazából a 17. században már nem laktak itt olyan sokáig, mert felépült Tavarnokon a kastélyuk, és oda költöztek le. A kuruc időkben, mivel az Erdődi család kezén volt a vár, akik ugye Habsburg pártiak voltak, így a szabadságharc után nem rombolta le a Habsburg kormányzat ezt a várat. Egyébként a külső vár részlegesen maradt fent, ott még mai napig is látható egy óolasz bástyás védmű. A belső vár az, ami sokkal komolyabban megmaradt, ugye itt látható mögöttünk ez a több emelet magasságban megmaradt várfal, ami ugye a palotának a fala, a külső fala volt, és itt másik irányban pedig az öreg torony, ami egy 10x10 méter alapterületű torony, és hát mint általában a váraknál lenni szokott a vár legkorábbi része. És népszerű is a vár, ahogy látjuk, sokan megkeresik, akár ilyen kulturális rendezvényeket is szerveznek itt. De hallani magyar szót is. Igen, tényleg. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Honnan érkeztetek? Dunaszerdahely mellől. Akkor innen nem messziről. Hát nem olyan messze, igen, 90 km nagyjából. Most először? Vár túráztok? Először vagyunk itt, túrázunk kicsit, igen. És hogy tetszik? Nagyon tetszik, csak már nagyon fáradtak vagyunk. Nehéz volt a fölfele vezető út, de jó, nagyon szép. Na, mi is vártúrán vagyunk, Beckó, temetvény. De tényleg a Felvidék nagyon sok szép várrommal büszkélkedhet, illetve
Már sok helyen új építették a várakat. Nagyon szép, sok rengeteg vár van itt, amit meg lehet nézni. És a húgot hogy bírja? Nem, a húgomra lányom, köszönöm. Jobban, mint én. Jobban bírja, mint én. Az azért nagyon fontos, hogy már gyermekkorban elkezdtétek akkor ti is őt mindenfelé vinni. Há, igen, szeretném, ha látná ő is. Eleve a saját országunkat is, meg Magyarországot is, mert kicsit azért az is a miénk. Tehát mi azért itt picit, az a magyar felvidék azért, ott mi egy kicsit Magyarországot is a miénknek is tekintjük. Hát a nemzetnek nincsenek határai. Végül is igen. Hát akkor további jó utat és köszönjük. Túrát nektek. Nektek is. Köszönjük. Rendben, sziasztok. Sziasztok. Hello. És hova folytatjuk tovább az utunkat, Oszi? Hát innen már csak a Hegygerinc váránk, a magas Inóc. Ahogy szoktuk, megint túránk végére hagytuk a hegység legmagasabb csúcsának megmászását, ami nem meglepő módon a magas Inóc tömbjén emelkedik. Az erdőben nem okoz gondot, sőt, külön varázsa van, hogy a csúcs régióját megülték a felhők. Az épp hogy 1000 méter fölé nyújtózó csúcsot is fák borítják, így nem ígér kilátást. Megelégszünk a jó leső érzéssel, hogy felvidékünk egy újabb sokszínű hegységét hódítottuk meg, és az emlékképekkel, amik völgyeiben fogadtak minket. Megörökítjük még az utókornak itt jártunkat, és túránk végén leereszkedünk a csúcs alatti turistaházhoz. Az Inóc menedékházban összegezzük festői utazásunkat a Vágmenti Inócon. Srácok, megmásztuk a Vágmenti Inóc legmagasabb csúcsát, a névadó Inóc csúcsot. Nektek mi a véleményetek erről a hegységről, így a végén? Hát nagyon hangulatos egyébként, tehát nem egy klasszikus magas hegységről van szó, de jó hangulata van ezeknek a hegyeknek, főleg ebben az időszakban. Nekem volt egy ilyen személyes revans is, ez a hegység valahogy mindig kimaradt az útjaink során, úgyhogy most már ez is ki lett pipálva, úgymond. Nekem azt tetszett, hogy nagyon érdekes karsztos jelenségek voltak. Jó kis sziklák, barlangok. Miközben tudjuk, hogy vulkáni hegység is egyben. És egyébként ez a hely is, tehát ez a Inóci turistaház, egy nagyon hangulatos helyről van szó, lehet sörözni, lehet jókat enni. Nem is akármiket. Igen, vannak különlegességei a helynek. Lehet enni például dalmszarvas húsból készült hamburgert, vagy meg lehet kóstolni a medvehús, zergehúst, sőt egy évben egyszer állítólag készítenek bölényből készült gulyást is. Azt is meg lehet kóstolni, nem sok ilyen hely van. Én még sose kóstoltam, akkor lehet, hogy majd most. Most kóstoljuk meg ezt végre. Mert megérdemeljük. Hát meg. És bár nem egy frekventált hegység, Magyarországon szerintem kevésbé ismerik, de csak ajánlani tudjuk. Mert itt tényleg minden van, és a hegység lábánál ugye magyar vonatkozású emlékek, várak, kastélyok, és folyamatosan botlottunk bele híres magyar nemesi családok történetébe, Mennyánszkiak, Bercsényiek, Forgácsok, Erdődiek, és még sorolhatnánk. Inóci barangolásunk végeztével csak megerősíteni tudjuk Jókai Mór találó gondolatait. Vannak vidékek, amiknek igéző hatása az emberi kedélyre, el nem tagadható. Amiknek múltja belesugall a jelenbe. Ország, világ, korszellem átalakul, idomul az idővel. Az a vidék maga külön is alakít, idomít, s hagyományos befolyását nem szünteti meg. S mint egy örökké tartó álom, belerémlik az ébrenlétbe.